Közeledik a fűtési szezon vége, ahol azonban kérik, már korábban kikapcsolják a szolgáltatást. A Nyírtáfőnél egyébként folyamatosak a fejlesztések, nemrég egy épületenergetikai korszerűsítés valósult meg, amelyel az üvegházhatású gázkibocsátásukat tudják jelentősen mérsékelni. Sorra tekerik le a radiátorokat a nyíregyházi lakásokban is. Az egyre melegebb időben mind kevesebben igénylik a fűtést. A Nyírtáfő Kft. A fogyasztók igényei szerint biztosítja a szolgáltatást, de általában a május 15-i dátumot tekintjük a fűtési szezon végének. A cégnél egyébként több fejlesztés is történt a közelmúltban, amelyek főként a hőközpontok és a távhővezetékrendszer rekonstrukcióját takarták. Tavalyi végén 80 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból valósult meg egy épületenergetikai korszerűsítés, amely a Népkert utcai, valamint két Család utcai nyírtávhős épületet érintett. A fejlesztéssel az üvegházhatású gázkibocsátásuk éves szinten több mint 80 tonnával csökken. Az idei évre is vannak nyertes pályázataik. Nyíregyházán egyébként már több mint 50 éves a távhős szolgáltatás, amelyet 1992 óta ez az önkormányzati vállalat lát el. Azóta szinte mindenhol kiépült a városban a fogyasztás szerinti elszámolás. A céget eredményes gazdálkodás és innovatív megoldások jellemzik. Utóbbiakra jó példa a 2016 nyarától alkalmazott központi okosmérés program. Magyarországon egyébként csaknem 100 településen több mint 650 ezer háztartásban érhető el a távhőszolgáltatás. Ez a háztartások 17%-át érinti, derül ki friss adatokból. Elsősorban városokban használják, és az elmúlt években lassan, de folyamatosan emelkedik azok aránya, akik ezt a fűtési módszert választják. A távhő ráadásul nem csak a pénztárcánkat, de a környezetünket is kíméli. Használatával akár évi 2 millió tonna szén-dioxid légkörbe kerülése előzhető meg. Közben egyre több helye már a geotermikus energiával felfűtött vizet is beletáplálják a rendszerbe, így lesz ez hamarosan Máté Szalkán is. Összességében a geotermikus energiából előállított távhő a teljes fogyasztás 4%-át teszi ki. Vendégünk a stúdióban Jó László, a Nyírtáfő Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok, igazgató úr! Május 15-én van a hivatalos fűtési szezon vége, de ha jól tudom, azért már jóval előtte lekapcsolják számtalan lakásban a fűtést. Most jelenleg hogy állunk? Az időjárás most hétvégén hűvösebb volt, ilyen március közepét idézett, de hát a napokban most már elkezd melegedni az idő. Megosztja a lakóközösséget, jelenleg a 16 ezer lakásból a mai napon 2 ezer lakás már nem igényli a szolgáltatásunkat, és mintegy 60 közület, ezekben intézmények vannak, közintézmények vannak, úgyhogy ez kb. 15% a fogyasztóinknak. És hát folyamatosan jönnek a lemondások hozzánk, most is azt hiszem, mi kollégáktól érdeklődtem, 11 lakóközösség kéri a holnapi naptól a lemondást. A gyakorlat mit mutat, hogy általában mikor van az, amikor a lakosságnak, mármint a szolgáltatást igénybe vevő lakosságnak a 100%-a lemondja? Igen, ez akkor szokott előfordulni, amikor a napi középhőmérséklet már egy 13-14 fok körül van, akkor már a hőérzetünk olyan a lakóépületekben, hogy akkor már lemondják a szolgáltatást. Körülbelül ezen a határon járunk, csak ugye az a probléma, hogy a napsütéssel, a sugárzási hőnyerességgel érezzük melegebbnek a lakást. Most azonban két napja ugye nem nagyon láttuk a napot, ezért hűvösebbnek érezzük, úgyhogy feltehetően ezért fűtünk még. Egyébként tavaly már egész áprilisban nem fűtöttünk, hiszen március végén megálltunk az egész várossal, úgyhogy az időjárás az egyelőre kiszámíthatatlan. Olyan van, hogy valaki lemondja, és utána kéri, hogy újra kapcsolják vissza, még a fűtési szezon vége előtt? Hogyne, természetesen ez egy never ending story, egy véget nem érő történet, ilyenkor április elejétől május közepéig persze. Tehát volt már olyan, aki lemondta, és ma volt, aki már vissza is kérte, természetesen. Ha jól tudom, vannak információi a többi megyei távhőszolgáltatóval kapcsolatban is. Igen, nemrég beszéltem a kollégákkal, két nagyobb távhőszolgáltató van a megyében, ugye Kisvárda és Máté Szalka. Kisvárdán mintegy 20% a fogyasztóknak, tehát hasonló az arány, mint Nyíregyházán, 1600 lakás van ott. Máté Szalkán viszont tegnapi nappal az egész város leállt. Úgyhogy valószínűleg ott más a komfort, esetleg jobb idő volt, bár nem túl messze vannak tőlünk, de ott már az egész város áll. Hogyan lehet egyébként lemondani? Javaslom a weboldalt, ahol formanyomtatványt ki lehet tölteni, és e-mailen keresztül eljuttatni hozzánk, de
Természetesen még telefaxon is fogadunk lemondást, illetve személyesen ügyfélszolgálatunkon, IBA bejelentőnkön, úgyhogy több útja is van ennek. Nagyon fontos szabály az, hogy ez mindenképpen írásban és a közös képviselő által érkezzen. Mondhatjuk azt is, hogy ez egy szezonvégi beszélgetés, hogyan telt a fűtési szezon, és hát persze ennek függvényében kíváncsiak vagyunk arra, hogy össze lehessen hasonlítani az előző évekhez képest. Igen, hát az idei fűtési idényünk az picit melegebb volt, mint a tavalyi, mintegy egy fokkal melegebb, a tavalyi az olyan 5 fok körül volt a 2017-18-as fűtési idény, a 18-19 eddig az időpontig egy 5,7 Celsius fokos külső átlag hőmérséklet, tehát nem akarok nagy szavakat használni, de ugye itt is érezhető a felmelegedés, tehát évről évre azt látjuk, hogy egyre melegebbek a telek. Függetlenül attól természetesen, hogy azért vannak időjárási mínuszok és pluszok, hiszen emlékszünk januárban 2 hétig azért elég hűvös volt, viszont tavaly ősszel pedig igen kellemes volt még a november is. Maga a távhőszolgáltatásban volt-e valamilyen fennakadás, vagy zavartalanul tudtak szolgáltatni? Az elmúlt fűtési idényünk, talán az időjárás, hogy melegebb is volt egy picit, nem okozott fogyasztói korlátozást, a szolgáltatásban semmilyen, 6 darab meghívásodásunk volt, de ezt azon a napon, amikor észleltük, el tudtuk hárítani, úgyhogy igazából ez egy nagyon kellemes szolgáltatás volt ebben az időszakban. Egyébként mi a tapasztalatuk, hogy mennyire spórolnak a nyíregyházi lakosok? Mert az egy dolog, hogy mondjuk hideg van, de mennyire spórolnak? Ugye, ezt nem tudom, hogy mennyire tudják önök felmérni. Hogy, de hát ugye vannak országos átlagok, szakmán belül tudjuk azt, hogy melyik megye jogú városban milyen úgynevezett fajlagos értékeket, tehát ugye egy köbmétert mennyivel fűtenek a lakók, és hát Nyíregyházán most már 2 évtizede, hogy ilyen szelepek vannak a radiátoron, sőt 3 éve már okosmérést is alkalmazunk, és azt mondhatjuk, hogy Nyíregyházán fogyasztanak talán a legkevesebbet az országban élő távfűtéses fogyasztók, hiszen itt 17 gigazsult fogyaszt egy család átlagosan, fővárosban ez 26 gigazsult, tehát itt Nyíregyházán mondhatjuk egy 30-40%-kal kevesebbet fogyasztanak a fogyasztóink, tekintettel arra, hogy saját maguknak tudják szabályozni a fűtést, illetőleg hát az okosmérésnek köszönhetően ezt tudják folyamatosan ellenőrizni. Elhangzott a felvezetőben, hogy környezetkímélőbb a távhőszolgáltatás. Miért? Ugye az egyik az, hogy ez a fűtési mód, ez semmilyen olyan berendezéssel nem jár, ami a közvetlen lakókörnyezetünket szennyezni. Tehát nincs kémény, nem veszélyes, nem jár füsttel, nem jár olyan gázkibocsátással, amit egy helyi szilárd, vagy folyékony, vagy légnemű égetés jelent. Tehát mi vízzel szolgáltatunk, ugye ez nagyon fontos. Önök viszont felmelegítik valamivel a vizet. Igen, ez a felmelegítés viszont szabályozott erőműben történik, és tekintettel, hogy az erőmű kéménye igen magas, illetve a környezetvédelem által folyamatosan ellenőrzött, emiatt itt a gáz kibocsátás az egy teljesen emissziós értéken belül van. És ez nem a lakókörnyezetet terheli, hanem jóval a lakókörnyezeten kívül keletkezik ez az emisszió. Több mint 50 éve létezik Nyíregyházán távhő szolgáltatás. Hát ilyenkor azért szokás összehasonlítani a többi megyei jogú város távhő cégével, illetve távhő szolgáltatásával, csak nagyon dióhéjban mit lehetne elmondani ezzel kapcsolatban? Igen, hát 1966-ban indult a távhő szolgáltatás, jellemzően egyébként az egész országban, 64-ben kezdődött, és ugye 70-es évekig ki is fejlődtek ezek. Mi a megyei jogú városok közül, illetőleg a ranglistában, hogy hol van több fogyasztó, a 9. helyen vagyunk, tehát a középmezőnyben, nyilván a főtáva maga 250 ezer lakásával a legtöbb, nálunk pedig 16 ezer lakossági fogyasztó van. Azt lehet elmondani, mint az előzőkben már elmondtam, hogy nagyon jók az energetikai mutatóink, a lakosság az nagyon keveset hőt használ fel, illetve a folyamatos rekonstrukciónak köszönhetően nekünk a hálózati hőveszteségünk is kevesebb, mint az országos átlag. És hát ha jól tudom, akkor intézményi épületeket is kapcsolnak be. Folyamatosan. Igen, 2016-ban kezdődött, amikor egy belvárosi fejlesztéssel, vezetéképítéssel 5 közületi fogyasztót, közintézményt kapcsoltunk be, és hát nagyon szeretnénk ezt a programot folytatni, hogy a belváros levegőtisztaságát meg tudjuk védeni, ami télen ugye egy nagyon kényes kérdés. Beszélt, ugye szóba ejtette a rekonstrukciót. Milyen állapotban vannak a távhővezetékek Nyíregyházán?
A távhővezetékeknek több mint a 40%-a már kicserélésre került, de ez csak méterbe a 40%. Hogyha ezt súlyoznám a méretével, tehát az átmérőjével, akkor azt mondanám, hogy a legnagyobb vezetékek azok kicserélésre kerültek, hiszen emlékszünk rá például a tavaly nyáron is, a Szegfi utca térségében lefektettük a vezetéket a föld alá, és a legkorszerűbb technikával közel 0,5 kilométert tudtunk kicserélni. Úgyhogy ennek is köszönhetően, hogy az elmúlt télen csak 6 meghibásodásunk volt. Korábban előfordult 20-30 meghibásodás is egy fűtési idényben, most már sokkal kevesebb. Ez nyugodtabbak a fűtési időszakok. Önök gondolom tudják azokat a gócpontokat, ahol még probléma van, vagy lehet. Igen, természetes, ugye ott, ahol a közlekedés valahogy ránk nőtt az útpálya, illetve azokon a helyeken, ahol a talajvíz okozhat problémát, vízutca térsége, ugye, illetőleg azokon a helyeken, ahol valamilyen olyan korróziós jelenség van, ahol betörik valunk hozzánk a szennyvíz, vagy a csapadékvíz, tehát ezeken a helyeken, de ezeket ismerjük, és hát folyamatosan figyeljük őket. Fejlesztések. Mi várható idén? Idén a legnagyobb beruházásunkat hamarosan elkezdjük, amint vége a fűtési idénynek. Ez az úszodának a bekötése, ami itt a buszacsa mellett található, ez egy több mint 1 megawattos nagy fogyasztói hely lesz. Ezen kívül a Bethlen Gábor utcánál, az E.ON székház előtt több mint 100 méteren cserélünk 400-as távvezetéket, valamint közel 10 hőközpontot teljesen felújítunk, illetőleg új kisebb hőközpontokat építünk be, és még ezen kívül majdnem 1 kilométer egyéb kisebb vezetéket is cserélünk. Ezekkel szeretnénk ugye szeptember 15-ig végezni. Akkor az idei nyáron sem fognak unatkozni. Igen. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.